Ebben a sorozatban az apostol Saul leveleit fogjuk megnézni, melyeket az efézusiakhoz írt, és ki fogjuk deríteni azt, hogy mi az, amit valójában ennek a gyülekezetnek Saul írt, és hogyan tudjuk ezt felhasználni mi, akik az ő, illetve természetesen Jahusá Hamásiák nyomdokaiban szeretnénk járni. Ebben a részben pedig el fogjuk kezdeni Saul efézusiakhoz írt levelének első fejezetével. Első verszak így szól. Saul, Jahusá Hamásiák apostola Elohim akaratából az Efézusban levő és Másiák Jahusában hívő szenteknek. Amiről Saul beszél, az az, hogy Elohim volt az, aki elhívta őt Jahusá Hamásiákon keresztül. A történetet valószínűleg mindenki ismeri. Apostolok cselekedetei 9-es fejezetben erről van szó, de a 22-es fejezetben és a 26-osban is leírja a történetet. Mi a 26-os fejezetet fogjuk megnézni, villámgyorsan, csak összefoglalva a történetet. Itt Saul Agrippának meséli el ezt a történetet, amikor megjelent neki Jahusá Hamásiák a Damaszkuszba vezető úton. 3-as vers így szól, mivel te nagyon jól ismered a Jahudi minden szokását és vitás kérdését. Azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen. 9-es vers, bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy a názáreti Jahusa neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. 12. E dologban éppen útban levén Damaszkusz felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, kik velem együtt haladnak vala. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól, és azt mondja vala, a Jahudim, vagy Héber, vagy zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem, nehéz neked az ösztön ellen rugoznod. Ha Jahusá Hamásiáknak jó volt a név Saul, akkor nekünk mindenképpen jó kell, hogy legyen. Saul természetesen megkérdezi, hogy mi az akarata, mire így felel Jahusá Hamásiák, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonyságára rendeljenek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a satánnak hatalmából Elohimhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltetettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Ami a nagyszerű és a csodálatos Elohim szavában az az, hogy következetes a kezdetektől a végéig. És ugyanúgy, ahogy ezekben a videóban hallhatjátok, újra és újra elmondja ugyanazt a dolgot. Tisztában van vele, hogy az embernek mindig folyamatosan meg kell erősíteni a feladatot, hiszen különben a világban eltéved. Ezt teszi itt is, elmondja nekünk, hogy mi lesz Saul feladata, és az által, hogy elmondja, megtudjuk, hogy mi a saját feladatunk ebben az egészben. Nézzük meg röviden, hogy megnyisd szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra, és Satánnak hatalmából Elohimhez térjenek. A sötétség az, amikor az ember bűnben él Elohim szava nélkül. Ekkor Satán uralkodik rajta a bűn, vagyis a halál. Innen átvezeti őket Saul a világosságra, Elohimhez, aki a világosság. Nem azért jött, hogy a törvényt vagy a Torát eltörölje, vagy megváltoztassa. A Torát nem lehet megváltoztatni, vagy pedig eltörölni. Ez egy örök érvényű szövetség. Leírja, hogy miért küldi Sault, és hogy miért jött elő, hogy a sötétségből a világosságra átvezesse őket. Hogy Elohimhez térjenek meg, aki nem látta még a megtérésről szóló videót, mindenképpen nézze meg, epistrefo, ugyanaz, mint ami a héber shub kifejezés, valaki megtér, visszatér, vagy megfordul, visszafordul, vagy elfordul. Valakit megtéríteni, vagy valaki, aki megtér.
elfordul az úttól, ami jár, és rátér egy másikra, ami Elohim útja, melyet a Tora jelöl ki. Semmi mással nem tudja az ember ellenőrizni, hogy jó úton jár-e. Sőt, a bűnöknek a bocsánatát és a megszenteltetettek között osztályrészt nyerjenek. A hit által nincsen szó arról, hogy ő eltörli vagy megváltoztatja a Torát, mivel azt nem lehet. Arról beszél, hogy a bűnöknek a bocsánatát elnyerjük, és helyünk lesz a megszenteltetettek között. Az ember nem lehet megszentelt, ha nem a Tora szerint él, hiszen az választja el az embert a világtól, a sötétséget a világosságtól, Satánt Elohimtől, a bűnt a szentségtől. És mindezt a hit által éri el az ember. A hit nem más természetesen, mint pisztész vagy immuná a héberben. Ugyanezt írja le azután a korintusi gyülekezetnek második levelében, a 6. fejezetben, ne legyetek hitetlenekkel fele másigában, mi szövetsége van az igazságnak, a hamissággal, a világosságnak, a sötétséggel, másiáknak, Beliállal, a hívőnek, a hitetlennel. Amit elmondott neki Jahusha Hamásiák, azt adja tovább Saul. Sőt, Elohim templomának bálványokkal. Ezt az üzenetet próbálta Elohim eljutatni az emberiséghez a kezdetektől fogva. Térj meg, járj az én utasításaim szerint, és majd akkor leszek én a te Elohimed. Proféták, a zsoltárok, a példabeszédek, Jahusha Hamásiák, az apostolok és Saul, mindenki erről ír, térj meg, különben nem lehetsz Elohim gyermeke. És a Tora az egyetlen dolog, amely meg tudja mutatni neked azt az utat, melyen járnod kell ahhoz. Erről beszél itt Jahusha Hamásiák, és ezt írta le a korintusi gyülekezetnek Saul. Ez az üzenet olyannyira egyetemes, hogy még az utolsó oldalon is erről van szó, amikor azt mondja, hogy én vagyok alfa és omega, vagy alef és ta, a kezdet és a vég, az első és az utolsó, ez ugye Jahusha Hamásiák. Elmondja, hogy eljön, ki beszél, ezt mondja, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Az ő parancsolatai ez nem más, mint entolé, vagyis torá. De egyébként kutathatunk tovább, és akkor eljutunk oda, mint hogy pikud, vagy mispát, mitzvá, de bár, teljesen mindegy, hogy melyik brit, mint a szövetség, hok, rendelkezés, ugyan oda lyukodunk ki. Yahua Elohim torája. Satán birodalmából nem tudja kivezetni őket másképp Saul, csak hogyha megmutatja nekik az utat, számára pedig az utat a Tora jelöli ki, ugyanúgy, ahogy mindannyiunk számára. Ez volt Saul küldetése, ezzel bízta meg Jahusha Hamásiák, őt pedig Elohim, az atya. Próbáljuk meg ezen a szemüvegen keresztül vizsgálni azt, amit írt. Így értelmezi Saul írásai. Nem csak az Efézusi levelet, hanem az összes többit, mindent, amit ő írt, ezzel a gondolattal, ezzel a küldetéssel a fejében fogalmazta meg. Vissza akarta vezetni az embereket az egyetlen útra, Jahua útjára, melyet a Tora jelöl ki. Természetes, hogy a hit elengedhetetlen az üdvösséghez, azonban a hit cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. Ebben segít a Tora, hogy a cselekedeteink elfogadhatók legyenek Elohim számára. Ez volt Saul üzenete, ez mindenkinek az üzenete. Ennek tükrében akkor nézzük tovább Efézusiakhoz első fejezetet. Így folytatja Saul, kegyelem nektek és békesség Elohimtől, a mi atyánktól, és Adonai Jahusha Hamásiáktól. Ekkor már bőven a feltámadás után vagyunk, Jahusha Hamásiák már mennybe ment, és még mindig két külön karakterről beszél. Elohim az atya, és a másik Adonai Jahusha Hamásiák, aki az ő szava. Hármas vers, ahol szintén két külön karakterről beszél. Úgy, hogy az egyik egyértelműen előbb kellett, hogy legyen, hiszen ezért hívja atyának. Nem csak a mi atyánknak, hanem nézzük meg, hogy minek. Áldott legyen Elohim, és Adonai Jahusha Hamásiáknak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással Samaimban, vagy a mennyekben, Másiákban, aszerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne,
a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi kadusim, vagy szentek, fedhetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogadja Husáha Másiák által, az ő saját akaratának jókedve szerint kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyen megajándékozott minket ama szeretetben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, Jehusáha Másiák vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, az atya ő kegyelmének gazdagsága szerint. Ugye azt mondja Saul, hogyha visszamegyünk a második vershez, hogy kegyelem nektek, kegyelem úgy, mint charis, vagy charistos, amiből a karitatív szó, amit mi is használunk, ered. Kegyelem, kedvezés vagy kedvesség. Ez az, amiről beszél Saul. Egyfajta szívesség, egy jó indulat vagy jó akarat. Köszönet, jutalom, viszonzás, hála vagy elismerés. Mint mindenki más, Saul is az atyának ad hálát, és mond köszönetet neki. Azt mondja, hogy áldott legyen Elohim, Adonai Jehusá Másiák, atya az nem lehet más, csak Jahua az atya, a teremtő. Ő az, aki megáldott minket lelki áldással Smaimban, vagy a mennyekben, Másiákban. Úgy, hogy általa, a Másiák által, a fia által mi visszatérhetünk hozzá, és a bűnökért bocsánatot nyerhetünk. Az ő kegyelme által, a szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi, kadosim, vagy szentek feltehetetlenek ő előtte szeretet által. Ez kissé bonyolult lehet megérteni, de az atya számára az idő másképpen telik, mint számunkra. Ez Tehelim, Zsoltárok 90-es fejezet, ami így ír, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Ami számunkra hosszú idő, az az atya számára semmiség. Ezt erősíti meg Kefa a második levelében, 3. fejezet 8-as versben. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek. Szeretteim, hogy egy nap Jahuánál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Láthatjuk tehát, hogy az idő másként telik az atyának, mint nekünk. Ezért mondja azt, hogy a világ teremtése előtt előre tudta azt, hogy mi fog történni. Sőt, azt is tudta, hogy sőt, nyilván számunkra úgy tűnhet, hogy azt is előre tudta, hogy ki milyen ember lesz, mi van az ember lényegében, az ember szívében, és ez alapján kiválasztotta azokat magának, akik olyanok lesznek, amit ő elfogad. Nem ő készítette olyannak az ember olyan volt, és ő ezt erősítette meg benne. A szabad akarat mindvégig megmarad, ő csak erősíti az egyik oldal felé, vagy a másik oldal felé, attól függően, hogy merre hajlik az ember. Erre egy nagyszerű példa Fáraó Egyiptomban, és ez kiderül másik Mózes, vagy Semót 9-es fejezetből. 13-as versben Jahova így szól Mózesnek. Kelj fel reggel, és állj Fáraó elejébe, és mond neki. Ezt mondja Jahova, a héberek hatalmassága, bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem. Mert ezúttal minden csapásomat rábocsátom a te szívedre, a te szolgáidra, és a te népedre azért, hogy megtudd, hogy nincs én hozzám hasonló az egész földön. Mert ha most kinyújtanám kezemet, és megvernélek téged, és a te népedet döghalállal, akkor kivágattatnál a földről. Magyarul elpusztíthatná, hogyha akarná, de nem tette. Miért? 16-os versben elmondja. Ám de azért tartottalak fent téged, hogy megmutassam neked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Felhasználta Fáraót a saját céljaira, ugyanúgy, ahogy mindenki mást is felhasznál az atya, akár jó, akár rossz. Ezt mondja Saul is egyébként, Rómaiakhoz 9:17, mert azt mondja az írás Fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Az atya nem választja ki, hogy ki az, akit könyörül, és ki az, akit megkeményít. Az ember saját maga választja ki azzal, ami a szívében van, ami a gondolata, ami kijön a belsejéből. Az atya természetesen tisztában van ezzel, hiszen előre tudja, hogy mi az, ami történni fog, és az embert úgy vezeti.
Ezért mondtam azt, hogy ha tetszik, ha nem, mindenki valamiféle spirituális erőnek a hatása alatt van, az alapján, ami a szívében van. De ha felugrunk néhány verset, akkor láthatjuk a 15-ösben, hogy így szól Mosénak, könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Elohimé. Az természetes, hogy az atya nem fog elpusztítani egy igaz embert, vagy azt, aki járni szeretné az utat. Ezért mondja azt, hogy attól függ, hogy mi van az ember szívében. Az atya dönti el azt, hogy mi van az ember szívében, hogy szerinte az milyen megfelelő-e, vagy sem. Az ember akarhatja, keresheti az utat, próbálkozhat. Ha a szívében nem az van, akkor nem fog könyörületet nyerni a végén. És fájdalmas kimondani, de a kereszténység, illetve az a spiritualitás, ami működik ma a világon, az nem elfogadható az atya számára, legalábbis a túlnyomó többsége azoknak az embereknek. Igazából nem az igazságot keresik, igazából nem őt keresik. Tudják, mindenki érzi azt, hogy valamit tennünk kell, hiszen van egy erő, ami hatalmasabb nálunk, ami irányítja a világot. De az ember nem hajlandó, mert a szívében nem az van követni azt az utat, amin az atya vezetné az igazakat. Ezért ő vezeti egy másik úton azokat, akiknek amúgy is ez van a szívében. Nem azt mondja, hogy egy igaz embert el fog téríteni az útról. Miért is tenni azt? Megvizsgálja, hogy mi van az ember szívében, és az alapján tereli az ember. Nem robotokat készít, hanem vezeti az embert. Így vagy úgy, mindenki egy spirituális erőnek az irányítása alatt van. És hagyja az ellenség által félrevezetni az embereket. Felhasználja a jót és a rosszat a saját céljaira. Így érti azt, hogy a világ teremtetése előtt kiválasztotta őket magának. De ezt le is írja Saul egyébként Rómaiakhoz 8-as fejezetben. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Elohimet szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mi a feltétel? Az, hogy szeressük őt. Ez az elsődleges feltétel. Szeretik úgy, mint agapé, vagy agapao, ami ugye az agapé kifejezésből származik, mint szeretet, ami héberül a háb. Ezek azok az emberek, akiket a 29-esben írja, eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Érthető? Nem droidokat készített, nem küldött igaz embereket a halálba, hanem tudta előre, hogy ki az, aki őt valójában szereti, aki az igazságot keresi, és aki hajlandó is abban járni, bármerre is viszi az. Ez az, ami alapján ő elrendelte őket. És kiválasztotta azért, hogy olyanok legyenek, mint a fiai. És, akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta magához, mert ugye Elohim Yahuwah az atya az, aki hívja őket, a fiún keresztül majd, pedig eljuttatja őket magához. Akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat pedig meg is dicsőítette. Először is megvizsgálta az embereket, hogy mi az, ami a szívükben van. Példabeszélek Misli 17-es fejezetben a 3-as vers így szól, olvasztó tége ez ezüst számára van, kemence az aranyéra, a szívek vizsgálója pedig Yahuwah. Megvizsgálja, hogy mi van az ember szívében, ami az embernek a közepe, és az alapján hozza meg a döntését. Tehelim 7-es fejezet így ír, a 9-es versben, Yahuwah ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Yahuwah, az én igazságom és ártatlanságom szerint ez az, amit vizsgálja Yahuwah kezdetektől fogva, és ez alapján fogja meghozni azt a döntést. Nem csak úgy ő kiválaszt egy csapat embert véletlenszerűen, hanem megnézi, hogy mi van annak az embernek a szívében, és az alapján segíti őket egyik vagy másik irányba. Szűnjék meg kérlek a gonoszok rosszasága, erősítsd meg az igazat, mert az igaz Elohim vizsgálja meg a szíveket és a veséket. Miért is akarná elpusztítani az igazakat, mikor Kefa a második levelében, a 3-as fejezetben ezt írja, nem késik el az ígérettel Yahuwah, ezt egyébként az 1000 esztendővel kapcsolatban írja, mint némelyek késedelemnek tartják, mint ma is mondják az emberek, hogy ó, ez így volt mindig. Hanem mit csinál? Hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson. Ez
az, amit ő szeretne, akkor hogy küldhetné az embereket véletlenszerűen, vagy pedig az igazakat a tűzre? Egyszerűen csak vár, és segíti az embereket, és vezeti. Persze a döntést az embereknek kell meghozniuk. Olyan ez, mint ha egy film, amit már láttunk, az pereg le a szemünk előtt. Persze számára ilyen ez. Ő már látta ezt, mi még nem. Így nekünk újdonság, de ő már ezen túl van. Az idő más síkon halad neki, és más síkon halad nekünk. Így választott tehát ki minket a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek, hagios, egyébként kodes vagy kodusim, megszentelt, Elohimnek szentelt, Elohim tulajdona, Elohimnek elválasztott, vagy Elohim által elválasztott, de egyébként milyen tökéletes, hibátlan, tiszta. A fedhetetlen pedig a momos, kifogástalan, hibátlan, tökéletes. Támadhatatlan, vagy fedhetetlen, épp vagy pedig hibátlan, hogyha áldozatra szánt állatról van szó, úgy, ahogyan a másiák fedhetetlen volt, a tökéletes áldozat erről beszél nekünk is, ilyennek kellene lennünk. Hogy lehetnénk ilyenek, hogyha azt mondjuk, hogy az ő ünnepei nem számítanak, hogy a 10 parancsolat fele nem számít, hogy bármit lehet enni, hogyan lehetne az ember kadosím vagy szent és fedhetetlen? Sehogy. De mindez a szeretet által fog megvalósulni. Agapé úgy, mint szeretet. Ez által lehet az ember szent, fedhetetlen. Ennek kell, hogy legyen a szívében. Érdemes megnézni azt, hogy mi a szeretet. De nagyon nem kell, kalandozzunk ehhez, hiszen Yahukanon az első levelében leírja az 5. fejezetben. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, ha Elohimet szeretjük. És az ő parancsolatait megtartjuk, úgy, mint entolé, parancs, parancsolat, rendelet vagy utasítás. A 3. versben azonban megmondja számunkra, hogy mi a szeretet. Mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Nem lehet egyszerűbben kifejezni ezt, úgyhogy mindenki, aki kíváncsi a szeretet definíciójára, eljöhet minden egyes alkalommal egy Yahukanon 5. fejezet 3. vershez. Az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Azok pedig nem nehezek. Akkor ha ezt ide behelyettesítjük, láthatjuk azt, hogy aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk kadusim, vagy szentek és fedhetetlenek ő előtte, azáltal, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Így lesz az ember szent és fedhetetlen. Mindig is így volt, mindig is így lesz. Eleve elhatározván, hogy minket a fiaivá fogadja Husák a másiák által az ő akaratának jó kedve szerint? Nem feltétlen arra gondol, amire mi, hogy jó kedve szerint, hogy most éppen olyan kedve volt, aztán ezt kiválasztotta, vagy azt. A Kádi talán jobban megfogalmazza, mert itt úgy tűnhet, hogy arról beszél, hogy éppen jó kedve volt, az kiválasztotta ezt, vagy azt. De nem erről van szó, arról beszél, hogy akaratának jóságos tetszése szerint. Az arról beszél, hogy jó maga Yahuwah, hogy az akarata jó volt. Hogy milyen nagyszerű, hogy ő így gondolta, hogy kiválaszt magának egy embercsoportot. Erre érti, nem arra, hogy éppen úgy volt kedve, aztán kiválasztott valakit. Megbeszéltük, hogy eleve miért határozta el ezt, nézzük meg azt, hogy miért választotta ki ezeket az embereket. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szeretett fiúban. Ahogyan azt a Szent Imre írja. Megmutatta az embernek azt, hogy bűnös, és visszafogadta, elküldte a fiát, feláldozta a bűnért, azután elküldte a vigasztalót, hogy vezessen minket, sőt, az ő toráját az ember szívébe tette, így az ő szava és az ő lelke benne van az emberben, tudjuk járni az utat, ezáltal megmutatta az ő kegyelmét. Azt, hogy ő igenis egy kegyelmes Elohim, aki megbocsát annak, akinek a szíve őt, az igazságot és a fényt keresi. Erről beszél Yahukanon az 1. fejezetben, és az ige, vagyis az atya szava testé lett és lakozott mi közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal, hiszen ő volt az, aki által a kegyelem eljött a világra. Ő volt a szó, ami megítéli majd a végén a földet,
De nem ítélte meg akkor, amikor itt volt, hanem inkább megmutatta, hogy mi lenne a helyes út, hogyan kellene járni, sőt, áldozatot vállalt mindenkinek a bűnéért. Ez volt a kegyelem, az igazság természetesen ő volt, hiszen Jahu a szava maga az igazság, ahogyan Jahu Kanon 17.17-ben olvashatjuk. A kettő egyesült benne, az igazság úgy, mint a Tora, Jahua az atya szava, és az a kegyelem, hogy nem pusztította el a világot, hanem még hagyott nekik időt, sőt, elvállalta a bűnükért a büntetést. Ez a dicsősége Jahuának az atyának és az ő szavának is, hogy ő kegyelmes és ugyanakkor igaz, türelmes, hosszú tűrő, ez mind ő, és ez a dicsősége. Ezt akarta megmutatni a világnak, hogy ő ilyen, annak ellenére a legtöbb ember még mindig nem érti ezt. Kegyelem, hiszen ez egy ajándék, ahogyan azt írja, később, hogy megajándékozott minket a szeretett fiával. Ajándék, ami ingyen van, ugyanaz a szó, charito, amiből a kegyelem származik. Charis, vagy charitos, kegyelem, kedvezés, a megajándékozás, ugyanez a kifejezés, legalábbis a szó, amiből erednek. Kegyelemben részesít valakit, vagy pedig megajándékoz valakit, hiszen ez ingyen van, ezért nem tett semmit az ember. Sőt, legtöbben nem is foglalkoztunk ezzel igazán mindaddig, amíg ő nem hívott minket. Nem is értettük azt, amiről szól az egész élet, mindaddig, amíg az atya fel nem nyitotta a szemünket. Rómaiakhoz 6-os fejezetben szintén ezt mondja Saul, 23-as versben, mert a bűn zsoldja a halál, a bűn az ugye a törvény megszegése, ez 1 Jahu Kanon 3-4, Elohim kegyelmi ajándéka, pedig örök élet Adonai Jahusha Hamásiákban. Ez egy ajándék, amiért az embernek nem kell semmit tennie. A szó eredete szintén a charisma, vagy charismatos, ugyanabból a szótőből ered, ami egy ajándék, jó indulat, melyből egyébként a charizma kifejezés, melyet mi is használunk, ered. 7. vers, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által, ugye az ő áldozata az, ami által mi eljuthatunk Elohimhez, hiszen a bűn zsoldja a halál, ahogy az előbb olvastuk, mindannyian a bűneinkért halált érdemelnénk, azonban váltságot kaptunk Jahusha Hamásiák által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, az atya kegyelmének gazdagsága szerint. A második ő az atya, az első pedig Jahusha Hamásiák. Hiszen az atya volt az értelmi szerzője ennek az egésznek. Ő az, aki kidolgozta az egész folyamatot, hogy az emberiséget visszavezesse magához. Meg kell, hogy értsük azt, hogy ez egy kegyelem, ez egy ajándék, az ember nem tett semmit érte, sőt, mindent megtett ellene. Ennek ellenére ő kegyelmes, az atya, Jahua kegyelmes, és még mindig hívja magához az embereket. Ez a dicsősége, hogy ezt megérti az ember, és ezt értékeli később, és úgy rendezi az életét, hogy ezt bizonyítsa. Ez Máté 20-as fejezet, 28-as vers, valamint az embernek fia Jahusha Hamásiák, az atya szeretett elsőszülött fia, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A váltság egyébként, maga a váltság díj ez a szó, amely itt található, annyit tesz, valamely személy vagy tárgy visszanyerése érdekében kifizetett díj, elszenvedett jogtalanság vagy kár jóvátételére fizetett összeg. A Brit Hadasában, a megújult szövetségben az az ár, melyet Jahusha szenvedése és halála által népe megváltásáért fizetett. Az első a lényeges számunkra valamely személy vagy tárgy visszanyerése érdekében kifizetett díj. Az életünk visszanyerése érdekében kifizetett díj Jahusha Hamásiák élete volt. Hiszen a bűn zsoldja a halál, azonban ő adta ezt a váltságdíjat a mi életünkért. Erről beszél. A bűn nem más, mint egy adósság, amelyet az ember Elohim felé kreál azzal, ahogyan viselkedik. Ezért fizetnie kell, és ezért a lelkét kell, hogy adja a végén a szellemét, azt, ami az ember maga, ne fest. Ezért volt a váltságdíj Jahusha Hamásiák. Ez nagyszerűen kiderül egyébként Lukász vagy Lukács 11-es fejezetből, a 4-es vers így szól, bocsáss meg nekünk a mi bűneinket. A bűn egyébként hamartia, úgy mint bűn, vétek, tévedés vagy hiba, vagy hatá, a Tora megszegése. Jahua
rendelkezéseinek, utasításainak, parancsolatainak megszegése. Ez a bűn. Bocsáss meg nekünk a mi bűneinket, a bocsáss meg az az, hogy engedd el, hagyd el, felejtsd el. Mert mi is megbocsátunk mindenkinek, akik nekünk adósok. Ez a kifejezés egyébként offeilo, úgy, mint hogy tartozni, vagy adósnak lenni, vagy aki tartozik, vagy adós. Köteles valamit megtenni. Szükséges valamit tennie. Mint nekünk, ahogyan mi is vagyunk, hiszen megszegtük az ő toráját, ezért az ő adósai vagyunk. Valakinek ki kell fizetni az adósságot a végén. Az ő dicsősége, az Atya Jahua dicsősége az, hogy kegyelmében elküldte az ő fiát, hogy mutassa az utat, és hogy megfizesse ezt az adósságot helyettünk. Nem azért, hogy azután tovább élhessünk a bűnben, megszegve az ő toráját, és állandóan ezt az adósságot próbáljuk majd fizettetni a fiával, hanem az, hogy egyszer, amit elkövettünk, azt megbocsátja, és utána már nem élünk úgy, ahogyan addig. Ez az áldozat nem érvényes azokra, akik szándékosan megszegik Jahua toráját, vagy akik úgy tanítják az embereket. Ez zsidókhoz, Abri 10-es fejezet 26-27-ből kiderül, mert ha szándékosan vétkezünk, a vétkezés ugyanaz a szótőből ered, mint amit az előbb láttunk a bűnnél, hamartánó, bűnt követel, vétkezik. Az igazság megismerésére való eljutás után mi az igazság? János 17:17, szented meg őket a te igéddel, a te igéd igazság, akkor többé nincs a bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, tűznek lángja, mely megemészti az ellenszegülőket. Még annyit, hogy folyamatos görög igealak esetén ez még mindig ez a vétkezünk szó, annyit tesz, mint hogy valaki bűnben él. Eltéveszti a célpontot, így nem részesül díjazásban, és a Septuaginta téved vagy hibázik jelentéssel használja, mely a héber hatának felel meg. Ha pedig a bűn zsoldja a halál, a zsold az nem más, mint opszónium, úgy, mint bére, vagy munkabére, vagy fejadagja, ez az, ami jár a bűnért, akkor azt valakinek el kell vállalni a végén. Jahusha Hamásiák elveszi azt helyettünk, amennyiben mi hiszünk benne, megtérünk, és teljes szívünkből, erőnkből, szellemünkből járjuk azt az utat, melyet kijelöl a Tora által. Ez az ajándék, ez a kegyelem, és ez Jahua dicsőségének magasztalása, hogy ő hajlandó erre. Erről beszél Efézusiakhoz első 7 verszaka. Nézzük, hogyan folytatja Saul a 8. versben. Így szól, melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel. Továbbra is a kegyelemről beszél, melyet bölcsességgel és értelemmel közölt nekünk. Pontosan ez az, amit keres Jób a 28-as fejezetben, hiszen a 12-es versben így ír. De a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye? Nézzük meg, Efézusiakban azt mondja, hogy bölcsességgel és értelemmel közölte. Nézzük, hogy hol található akkor ez Jób szerint. Elmondja utána, hogy halandó nem tudja, hogy hol van ennek a helye. Nem lehet ezt megvásárolni, kikutatni, megtalálni. Sőt, a bölcsesség ára drágább a gyöngyökénél. Honnan jő tehát a bölcsesség, és hol van a helye az értelemnek? A bölcsesség úgy, mint hakmá, az egy értelem, vagy szakértelem, jártasság, találékonyság, ez a bölcsesség, míg az értelem az ítélő képességet jelenti. Az, ahogyan az ember felhasználja a tudását, ahogyan átlátja a dolgokat. Ez a két különböző megjelenési formája ennek az értelmi képességnek. 23-as versben azt írja jobb, hogy Elohim tudja annak az útját, és ő ismeri a helyét. És ezt mondja az embernek, ímé Jahuának félelme a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Így közölte ezt velünk, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, nézzük meg, hogy mi Jahua akarata. Ezt valószínűleg mindenki pontosan tudja, ez Tehelim Zsoltárok 40-es fejezet, 9-es vers így szól, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényed keblem közepette van. Ez Jahua akarata.
megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jó akarata szerint, vagy kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Az akaratának a titka az volt, hogy az ember szívében legyenek az ő kijelentései, az ő torája, az az életmód, melyet ő akart nekünk, az legyen az ember szívében. Ez az ő akarata, és ez a jelenség, hogy elküldi a fiát áldozatul, ez elrendelte a kezdetektől fogva. Ez által ismertette meg az akaratának titkát, hogy ő megtette az első lépést annak ellenére, hogy senki nem járt az ő útján. Ez az igazi szeretet. Ezután természetesen ennek vannak feltételei, melyet mindkét félnek teljesíteni kell, különben nem működik az egész, de ő volt az, aki megtette az első lépést. Így ismertette meg az akaratát, a kegyelmét, és ez az ő dicsősége. Ezt írja le egyébként maga Jahusá HaMásiák, Márkosz vagy Márk 12-es fejezetben, mikor azt mondja, hogy szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál, és véres áldozatnál. Ez az, amire szükség van. Egyébként ugyanígy ír Zsoltárok 40-es fejezet, ahol az ő akaratát leírja, csak egy verszakkal korábban. Véres áldozatot, ételáldozatot nem kedveltél, füleimet felnyitottad, de egyébként nekem testet alkottál, ahogy kiderül zsidókhoz levélből, égő áldozatot, bűnért való áldozatot sem kívántál. Amit akart, az már akkor is az volt, hogy az ember teljesítse az akaratát, és az ő torája, tora, mint törvényed vagy rendelkezésed, a keblem közepette van. Ez az, amit szeretett volna. Az ő akarata pedig az volt, amit Péter leírt a második levelében, hogy mindenki megértse ezt, és visszatérjen hozzá. És akarjon ezen az úton járni, úgy, hogy a tora van az ember szívében, maga Ruach HaKodesh vezeti az embert ezen az úton. Tízes verszak így szól, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket, másiákban, mind amelyek a mennyekben, vagy sámáimban vannak, és mind amelyek a földön, haaretz, vannak. Ezek szerint már ezek egyszer együtt voltak, hiszen azt mondja, hogy ismét egybeszerkeszti majd ezt, de nézzük meg, hogy mit ír a Szent Imre verzió, elérkezik az idők teljessége másiákban, mint a fejben vagy főben, hogy újra egyesít mindent, Káldi pedig azt írja, hogy újra összefog majd mindent. Jahusá HaMásiák, az atya szava az, ami egybe fogja majd a végén azokat, akik a mennyekben vannak, a spirituális birodalmat, és akik itt vannak, úgy, mint fizikális lények, mi egyesülni tudunk a végén az ő szava által, aki ennek engedelmeskedik, az az ő gyermeke, akár a malakhim, vagy angyalok, akár az emberek közül. Ember ugye Adám. Arra a következtetése kellene eljutni mindenkinek, hogy Jahuasz szava az elsődleges ebben az egész folyamatban. Mindannyiunknak azt kellene keresni, mi az, amit ő akar, az az ő szava. Mikor meghozunk egy döntést, azzal kellene összevetni, amit ő leírt. Nem tudunk az alapján haladni, amit valaki tanít, vagy amit mi gondolunk, csak akkor, hogyha az megegyezik az ő akaratával. Legyen az evés, ivás, öltözködés, ünnepek, teljesen mindegy. Ő benne, Jahusá HaMásiák, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Az ő akarata pedig a Tora, az ő szava, az ő akarata. Másiák mindent aszerint csinált, ezért volt ő az a bárány, amelyik szeplőtlen volt, és a tökéletes áldozat. Ez Kefa első levele, első fejezet 18, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a másiákén. Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Elohimben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Elohimben. Ugyanerről beszél szó szerint.
El volt rendelve a világ kezdete óta, megvolt ez a szövetség az atya és a fiú között, az atya és az ő szava között. Ő egy hibátlan, szeplőtlen áldozat volt a világ bűneiért. Hiszen az atya tudta előre az egész történelem folyását, nem csak azt, ami az emberiséggel történt, hanem azt a háborút, ami a spirituális birodalomban kialakult. Elrendelt bizonyos mennyiségű időt ennek a birodalomnak és annak, a végén pedig lehetővé tette mindenkinek, hogy csatlakozzon hozzá a végén, amennyiben az engedelmes marad. Elküldte a szavát, hogy megmutassa az utat, sőt feláldozta azt azért, hogy megmutassa, hogy ő igenis szereti a világot, és ez az ő szeretete, mely valóban feltétel nélküli, hiszen senki nem tett érte semmit. Azután viszont be kell bizonyítanunk a szeretetünket, és az csak a Tora cselekedeteivel lehet, Ruach HaKodes vezetésével, a Yahusha HaMashiachba vetett hit által. Így lehet majd egybeszerkeszteni mindenkit, mikor mindenki ezt akarja, az ő szavát. Aki nem az ő szavát akarja teljesíteni, az nem fog tudni beilleszkedni ebbe a testbe, és azt le fogja vágni, és az a tűzre kerül. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Yahusha HaMashiach mindent az atya akaratából cselekedett, és onnan vette a tanácsot, hiszen ő az atya szava. Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, kik előre reménykedtünk Mashiachban. Azokról beszél, akik tudták, hogy el fog jönni, azok a farizeusok, vagy a Yahudim, vagy akik ismerték az írásokat, hogy el fog jönni majd ez a megváltó. És utána persze mindenki, aki reménykedik most a második eljövetelében. A mi életmódunk az, ami világosság a világban, ez az, ami fényesség, ez az igazság, ez az ő magasztalás, ahogyan mi élünk az összes többi ember előtt. Hirdeti Jahu a dicsőségét. De ha nem úgy élünk, ahogy ő leírta, akkor nem tudjuk ezt a dicsőséget visszatükrözni úgy, ahogyan azt elképzelte Jahu az atya. Ez Zakariás vagy Zakariahu éneke Lukács első fejezet 67-es verstől. Így szól, áldott Jahua, Izrael Elohime, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, felemelte az üdvösségének szarvát nekünk, az ő gyermekének, Dávidnak házában, amint szólott az ő Kodes vagy Szent profétájának szája által, akik elejétől fogva voltak. Efézusiakhoz első fejezet így folytatódik a 13-as versben, akiben ti is, a másiákban, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, ez a Tora, ez nagyon egyszerű, János 17:17, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Üdvösségetek jó hírét, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Ruach HaKodesével, vagy Szent Szellemével, kinek záloga a mi örökségünknek, Elohim tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Hallották az igazság beszédét, ez volt a Tora, az üdvösség jó hírét, hogy amennyiben úgy élnek, és megtérnek, és hisznek, amelyben hittetek is, és hisznek ebben az emberben, aki eljött, Yahusha HaMashiach, az ő áldozatában, abban, amit ő reprezentált, akkor megpecsételi őket majd Ruach HaKodesszel, ami bennük fog élni, és ez lesz egyfajta záloga annak, hogyha mindvégig kitartanak, a végén Elohim el fogja őket fogadni, hiszen ez a pecsét, ez a zálog csak azon marad rajta, aki a cselekedeteivel bizonyítja azt, aki hallgat rá arra a vezetésre, ahogyan Ruach HaKodesh irányítaná az ember. Ha megnézzük a Szent Imre verziót, ő a foglaló örökségünkre arra, hogy teljesen megváltva az övé legyünk Elohim fölségének dicsőségére, ő úgy, mint Ruach HaKodesh. Káldi azt írja, aki foglalója örökségünknek, amíg Elohim teljesen meg nem váltja tulajdonát, dicsőségének magasztalására. Azaz, az emberben lakik Ruach HaKodesh addig, amíg el nem jön Elohim országa, amikor mi vele lehetünk, mint spirituális lények mindörökké.
Ez egyfajta előleg abból, egyfajta zálog, ami segít minket navigálni a világban. Egy ilyen darabja annak, ami lehet a későbbiekben, hogyha mindvégig az ember kitart. Ahogyan azt írja egyébként Máté 10-es fejezet 22, de aki mindvégig megáll, az megtartatik majd. Mindvégig meg kell állni az embernek. Telos. A végéig, a befejeződéséig, a megvalósulásáig, van, aminek a beteljesedéséig meg kell állnia, és akkor megtartodik, és akkor lesz teljes mértékben megváltva majd. Addig ez egyfajta zálog, ez egyfajta előleg. Ruach HaKodesh. 15-ös vers Efézusiakhoz első fejezet. Annak okáért én is, halván a ti hiteteket Adonai Jahusában, és minden kadusim, vagy szentekhez való szereteteteket nem szűnöm meg hálát adni, ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. A hit, úgy mint emuná, vagy itt pisztész, illetve a szeretet, úgy mint agapé, vagy ahab, az két alapvető pillére Jahua útjának. Hiszen tudjuk zsidókhoz 11.6, aki Elohim elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt kitartóan keresik. A hit, emuná, elengedhetetlen. A szeretet szintén az embernek teljes szívéből akarnia kell ezt az utat járni, illetve megismerni az atyát és az ő igazságát. Hogy Adonai Jahusha Hamásiáknak Elohime, az atya, a dicsőségnek atya adjon nektek bölcsességnek, hakmá és kijelentésnek ruachját az ő megismerésében. Ez az, amit Saul az ő könyörgéseiben kér Jahuától, az atyától, aki az abszolút legfelsőbb mindenek felett. Ő az, akitől Ruach HaKodesh érkezik, és vezeti az embert ezen az úton. Úgyhogy bölcsességet ad, és kijelentést, és segít eltájékozódni a világban. Segít megérteni, hogy mi az atya akarata, ami le van írva, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Akörül a néhány dolog körül forog az egész írás, amikről ezek a videók szólnak. Ezért tér vissza ugyanaz a dolog folyamatosan. Az ő szava az egyik, az ő torája, az instrukciója a másik, és ezeknek a követése, a hit, a szeretet, ezek körül forog Jahua az atya üzenete. Csak meg kellene érteni, hogy mi az ő definíciója ezekről a dolgokról, mi az, amit ő ért ezek alatt, mikor erről beszél, és nem mi az, amit mi, vagy a világ, vagy egy egyház gondol erről. Az atya adja Ruach HaKodesht, hogy segítsen az minket az ő megismerésében, abban a folyamatban, ahogy közelebb tudunk kerülni az atyához. 18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, ugye nem úgy, mint bezárja, mint az a legtöbb embernek van most és a történelem során volt, hanem világosítsa meg az elmétek, az értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának reménysége. Mi az, amiben reménykedhetünk az út végén. Sikerül velünk megértetnie Ruach HaKodesh által, hogy mi az, amire számíthat az ember, hogyha végjárja Jahua útját. És mi is az, amit az ember a végén örököl. Mennyire dicsőséges dolog az, amit ő felkészített a világ kezdete óta azok számára, akik hajlandók ezt az utat végjárni úgy, ahogyan ő azt eltervezte az embernek. Ezt pedig már olvastuk is, hogy mi ez, de nézzük meg még egyszer, ez Higalú vagy Chazon. Jelenések könyve 22-es fejezet, 14-es vers. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, entolé, tora, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Ez az ígéret, ez az örökség azok számára, akik hajlandók ezt az utat végjárni úgy, ahogyan ő azt elrendelte. A szentek vagy a kadusím az, aki ezt meg fogja örökölni. Csak úgy lehet az ember szent, hogyha elválasztott a világtól. A világtól pedig az ő szava, a Tora választ el. Ugyanúgy, ahogy Jahusha Hamásiákot elválasztotta a világtól. Hiszen mindenki tudta, hogy ez egy más ember, másként él, másképp gondolkozik, másképp öltözik, más, hogy viselkedik az emberek között, az emberekkel. Más az a szeretet, ami belőle árad. Ugyanígy kellene nekünk is másoknak lennünk.
Megmutatja azt is, hogy mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint, melyet megmutatott a más siákban, mikor feltámasztotta őt a halálból, ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Hiszen mi nem láttuk azt, amit tett Jehusán Hamásiákkal, mi csak elhisszük, hogy az úgy volt, és mivel elhisszük, hogy az úgy volt, így el tudjuk hinni azt is, hogy velünk ugyanezt meg fogja tenni, amennyiben úgy élünk, ahogyan ő azt előírta. Ezért mondom azt, és ezért mondja ő azt, hogy a hit az elsődleges az egész folyamatban. Ha az ember nem hiszi ezt el, akkor nem fogja tudni végigcsinálni. Viszont ha hisz, akkor úgy kell élnie, hogy bebizonyítsa a viselkedésével, az életmódjával, a magatartásával azt, hogy ő igenis hisz ebben. Akkor kikutatja azt, hogy mi ez az út, Ruach HaKodes el fogja vezetni, hogy mi is ez az út, és ő úgy fogja járni azt, ahogyan vezeti Ruach HaKodes. Aki az atyától jön, aki a bölcsességnek, a kijelentésnek a lelke, a ruachja. Hogy elvezessen minket minden igazságra. És ennek az útnak a végén van az, amiről Jelenések könyve ír. És utána 21-es versben érdekes, amiről beszél. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következőkben is. Jehusá HaMásiák az, aki felül van mindezek fölött. Amikről itt beszél, azok nem e világi dolgok. Fejedelemség úgy, mint arché, kezdet vagy eredet, egyébként erről beszél, úgy, mint uralkodás, vagy hatalom, vagy vezetés. A hatalom exuszia, felhatalmazás, tekintély, úgy, mint jog, jogosság. Az erő, mint dynamis, ez egy erő, vagy csodatévő erő. Valami, ami nem egy fizikális dolog. Ezek spirituális fejedelemségek, amikről beszél. Az ember soha nem számított semmit olyan értelemben, hogy nem volt hatalma. Az ember egy primitívebb dolog annál, amik léteznek a spirituális birodalomban. Az ember az atya által, Ruach HaKodes által, és az atya Jahua védelme által tud valamivé is válni. Az uraság pedig Kyriotész, szintén úgy, mint hatalom, uraság, úgy egyébként, mint Úr, Kyriosz, ahogyan hívja az atyát, vagy pedig a másiákot. Minden néven, teljesen mindegy, hogy mi az Jahusá HaMásiák, mindenek felett áll, hiszen az atya volt az, aki őt odaültette, hiszen neki hatalmában áll bármit tenni, és ezt nekünk el kell hinnünk, ez fog minket arra sarkalni, hogy járjuk ezt az utat. És mindeneket vetett az ő lábai alá, Jehusá HaMásiákról van szó, őt tette mindeneknek fölötte az eklészia fejévé, mely az ő teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Nyilván semmi köze nincs az Anya Szent Egyháznak az eklésziához, hiszen az a kereszténység, ami ma működik, annak abszolút semmi köze nincs Jehusá HaMásiákhoz és ahhoz az élethez, amit ő akkor hirdetett. Az eklészia egyébként gyűlést jelent, vagy népgyűlés, de a kihívottak közösségét jelenti. Azokat az embereket, akiket Jehua magához hív, akik hallgatnak, akik hisznek, és akik a Ruach HaKodes vezetésével járják ezt az utat. Ők lesznek azok, akik a teste ennek az új embernek, amit kreál Ha-Adam, vagy Ádám helyett, melynek a másiák a feje, az emberiség, akik hallgatnak rá, azok lesznek a teste, és így alakul ki az ő teljessége, és mindenkit betölt majd Ruach HaKodes. És együtt lehetünk az atyával majd a végén. Ez az új ember, amit kreál Jahua, ez a folyamat, amit kitalált. Láthatjuk tehát, hogy a kereszténységnek semmi köze nincs ehhez, sajnálatos módon. Nem lehet, nem tud része lenni valaki a testnek, hogyha másképp működik, mint a fej. Ha a másiák így élt, és valaki nem úgy él, akkor az nem tud beilleszkedni a testbe, olyan, mint egy idegen anyag, amit ki fog vetni magából az. Ahogyan mondta, hogy ki fogja vetni. Hogy mennyire ki fogja vetni, az nagyszerűen látszik, hogy a Hukanon 15-ös fejezetben, mikor ezt mondja, és ezzel fogjuk befejezni, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Azt hiszi valaki, hogy az atya szava, ami nem változik, tudjuk, eljön ide testben, hogy ő legyen a szőlőtő, amihez mi csatlakozni tudunk, amiből ki kellene, hogy nőjünk, és mi
másfajta életet fogunk élni, mint amilyet az Atya hirdet, vagy a Mássiák bemutatott. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt, nem terem lemetsz. Mi a gyümölcs? Máté 3. fejezet 8-as vers így szólt, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Nem elég azt mondani, hogy Ábrahám a mi atyánk, hanem megtéréshez illő gyümölcsöt teremjetek. Megtérésről szó volt legutóbb a 7 versben, mindenki megnézheti. Metanoia, megtérés, a gondolkodásmód megváltoztatása. Elfordulás a régi éntől. Valaki, aki megtér, aki megváltoztatja a szándékát, saját magát, megbán, elfordul az útjától. Ez az a gyümölcs, amit nekünk teremni kellene. Elfordulunk a régi útunktól, és nem követünk el bűnt. Mi a bűn? A törvény megszegése. A törvény pedig a Torában van leírva. Az Jahu a szava. Aki a szőlőműves. Aki ülteti a szőlőtőt. A szőlőtő a másiak. Aki a feje az eklésziának. Mindenki ebből nő ki, és ehhez csatlakozik hozzá. Akkor hogy nem világos, hogy a Tora az nélkülözhetetlen ehhez az egész folyamathoz? Mindazt pedig, mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen, azért, hogy tökéletes legyen a végére, hogy része tudjon lenni annak a királyságnak, ami az 1000 évben eljön, és a következőnek. Ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, melyet szóltam nektek. Mi volt az a beszéd? Elhozta az Atya üzenetét. Szeresd Jahuát a te hatalmasságodat, szeresd fele barátod, mint te magadat. Ezt azután később az ember megtanulja úgy, hogy a Torában le van írva, hogy hogyan kell szeretni az embernek fele barátját és Jahuát. Hiszen ez Elohim szeretete, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. Körbe-körbe járunk azért, mert ez az üzenete a könyvnek. Ő a fej, mi vagyunk a test, 4-es verszakban ezt írja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek, a szó, maradjunk meg a szóban, és ő bennünk fog lakni a szívünkben, ahogyan mondta Zsoltárok 40-es fejezet 9-esben, ez az ő akarata. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nincs benne ez a mag, hanem ha a szőlő tőkén marad, akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ha nincs ez bennünk az ő szava, és nem ellenőrizzük a cselekedeteinket ehhez, akkor nem fogunk tudni gyümölcsöt teremni. Mi a gyümölcs? A megtérés. A megtéréshez tudni kell, hogy mi a szabályrendszer, amihez nekem igazodnom kell. Én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, egybegyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. És ha megmaradtok én bennem, az én beszédeim bennetek maradnak. 17-es fejezet, 7-es vers, most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál, mert a ma beszédeket, melyeket nekem adtál, ő nekik adtam, ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ugyanúgy, ahogy Saul mondja, hogy elhittétek, ezért kezdj el az ember járni az utat, és a Jahusá HaMásiák áldozatába vetett hit az, ami által az ember ki tud teljesedni ezen az úton. 14-es vers, én a te ígéret adtam nekik, a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint hogy én sem e világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságod alatt, te igéd maga az igazság. Láthatjuk tehát, hogy az ő beszédei, amiről Jehukonon 15-ös fejezetben beszél, nem is az ő beszédei, hanem az Atya beszédei, és ezeknek kell bennünk maradni, ez pedig a Tanákban van leírva, a Torától egészen Malakiásig. Kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek akkor, hogyha ebben maradtok, hiszen akkor azt fogjátok kérni, ami ahhoz kell, hogy még jobban tudjunk az úton járni. Ez maga a hit, ez az üzenete az egész könyvnek. Ez tehát az, amiről Saul ír Efézusiakhoz írt levelének első fejezetében, ami tulajdonképpen a levélnek a nyitó szakasza. Remélem, hogy ezáltal mindenki közelebb tudott kerülni ahhoz az üzenethez, melyet az apostol Saul próbál eljutatni az emberekhez, ami mellesleg megegyezik azzal, ami a kezdetektől fogva létezett. Az üzenet nem tud megváltozni. A Tora nem tud megváltozni, hiszen az Atya nem változik. Ezt kellene mindenkinek szem előtt tartani, amikor olvassa ezt a könyvet, illetve ezeket a könyveket. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!
Thank you.